Azzal búcsúztunk egyik nap Debrecenben, amikor ott hagytam a fertőző osztályon, hogy egy ceruzát, édes terkám, meg egy hegyezőt, de vagy pengét hoz, vagy olyan kicsi hegyezőt, nem ilyen asztal ízét. Jó, Henny bácsi, olyat hozok. És amikor ő már elment, és a hagyatékát dolgoztam akkor is föl, akkor találtam egy icipici bőrtokot, amiben egy icipici naptár egy ekkora ceruzával. És nem mertem kinyitni hetekig, mert láttam, hogy abban töltő tollal, azaz, hogy tollszárral írt betűkkel, csodaszép betűkkel üzenetek vannak, és ceruzával szintén gyönyörű írások. Majd csak erőt vettem magamon is, képzeljétek, az kemény Henrik bácsinak, az apukájának a naptára volt, Korngut kemény Henriknek, amit 1907-ben a papától kapott, tehát Korngut Salamontól. Na most én mindig remegek az ilyen időátlépéseknél. Egy naptár, amiben Korngut Salamon is írt, Korngut kemény Henrik is, és Henny bácsi is. És most értettem meg a ceruzát, és most értettem meg akkor, amikor ezt a pici naptárt megtaláltam, hogy ő miért hegyezőt vagy pengét kér a ceruzához, hogy kihegyezhesse. Mert addig, amíg valaki a ceruzáját hegyezi, addig gondolkodik. Ezt tőle tudtam meg. És amint leírjam, minden egyes kis, a nap ugye ekkora, most még nem merem a világnak megmutatni. Annyira személyes üzeneteket találtam magamnak, szólókat, hogy ezt elő nekem kell feldolgozni. De minden nap egy oldalra írt nekem, és mindig édes terkámmal kezdtem. És most olyan tárgyakat hoztam tőle, amiben a mamát is édesanyámnak, anyámnak szólítja, és édes. És ezek olyan fantasztikus üzenetek egy ekkora zseniális művésztől, mert kemény Henriknek ez a kettőssége, a bezártsága és a világ felé való határtalan nyitottsága, az egy személyiségjegy, egy tradicionális személyiségjegy. Azért tradicionális, mert ő a papától szóban kapta meg azt a hagyományt és azt a hagyatékot, amit ő 87 éves koráig őrzött, és ezért tudok, így kezdtem belehalni, hogyha mindig a hagyatékot bontogatom, és árad belőlük, ahogy kinyitok egy-egy dobozt, kemény Henrik testillata, a Vörösmarty utca lakásának az abszolút lakásillata. Kemény Henrik hatalmas gyűjtője volt saját életének a hagyatékának. Kemény Henrik nekem egyre inkább egy olyan személyiségtípusú művészember, aki abban látta örömét, hogy nem hagyta el a családját, holott sorban veszítette el a szeretteit, és világ életében a múlthoz való visszagondolásával tudta megélni a jelenét, mert ez volt a maga identitása, az ő maga személyisége, önmaga életének a papára, a nagypapára, mamára, Mátyásra és Csibikére való emlékezésből. Tehát ez volt az ő önreflexiója. Ezért válhatott ő Vitéz Lászlóvá. Tehát ő egy olyan zseniális művész az én értelmezésemben, és ezt leírtam a Keménykötés 2-ben is, aki nem úgy tekintett a bábjára egy idő után, hogy Vitéz László meg én, hanem szó szerint ő önmagává, önmaga vált Vitéz László, és minden egyes társadalmi korrajzot, amit megtanult a papától, vagy átélt a történelembe, vagy vitatkozott a történelemmel, vitatkozott a Jóistennel, képzeljétek el, már annyi gyűjtemény van a hagyatékban, amit ahogy rendszerezem, amikor a Jóistennel vitatkozik és leírja ceruzával. Nem merem még világ elé tárgy, mert grafológiailag is érdemes elemezni. Hogy amikor valakivel vitatkozik és azt leírja, akkor hogyan fogalmaz, meg amikor valakinek szerelmet van, mondjuk Kozári Eszternek, és ugyanúgy ceruzával ír, mert ő mindig ceruzával ír, vagy amikor mamának ír képes kapott, ilyeneket hoztam most. Mert elképesztő, zseniális, különleges személyiségű ember is volt. Nekem, én úgy érzem, most ez lesz a feladatom, a harmadik kötet, erről kell szóljon, az ő személyiségéről, a zsenialitásáról. A művészetéről rengeteget tudunk már.
már. Látjuk a Vitéz László játékokban. Fönnmarad olyan fiatalok kezén a játék, ami nem kemény Henriké volt, hanem egy tradicionális vásári bármifaj, amiben ő belemerítkezett nagypapa és a papa által. De hogy mi az ő személyiség jegyeinek a nagysága, amiért meg tudta önmagát őrizni, erről lenne érdemes majd a harmadik kötetnek megjelennie. Ehhez gyűjtök az ő hagyatékából anyagot, nap mint nap bele tudok repülni kemény Henrik által. Hát kedves kis pajtikán! Ebben vége előadásomnak! Szervusztok a viszontlátásra! Szervusztok!